Avantid Podcast. Avantid magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok, ez itt a Avantid Podcast legfrissebb adása, és hát szeretettel üdvözlöm Zubracki Dávidot. Hello, szia, én üdvözlök mindenkit. A mikrofonnál Bihari Balázs, te titulusod, az most mi lehet esetleg ebben az adásban, hiszen ennek a száma meglehetősen magas. Hát igen, igen, nagyon, nagyon büszke lettem volna, ha mint szimplán énekes kerülök ide a Bugi zenekar frontembereként, jó pár évvel ezelőtt, amikor még aktívak voltunk, de mostan aztán később ugye az Urbanista blog, bloggere voltam, amíg az meg nem szűnt, és hát most pedig ilyen építészeti mesemondóként szoktam eladni magamat. Tulajdonképpen uh, ugyanazt csinálom, mint, mint, mint bloggerként, csak nincs blogom, hanem mindenféle felületeken mesélek építészetről, meg városról. Ez az építészeti mesemondó, ez nagyon aranyosan hangzik, de ennek van azért egy hivatalos megfogalmazása is, azt hiszem, ez a tájgazdálkodási mérnök. Hát az a végzettség, igen, tájgazdálkodási mérnök vagyok, Kör, vagy nem, egész igen, tájgazdálkodási mérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, a környezet és tájgazdálkodási intézetbe végeztem Gödöllőn. Úgyhogy valami közöm ahhoz is van, papíron. Ja, hát ezekből gyúródik össze mindaz, amivel foglalkozom. Jó, akkor viszont nem megyünk bele abba a kérdéskörbe, hogy mivel foglalkozik a tájgazdálkodási mérnök, vagy környezetgazdálkodási agrármérnök, hiszen az meglehetősen messzire vezet, hanem inkább ugrónjunk vissza abba az időbe, amikor egyébként meg az egyetemre jártál, és abban az időbe alakult meg egy zenekar, amelyet úgy hívtak, hogy Bugi Mama. Ha jól emlékszem. ez 99-ben volt. Igen, igen, 99-ben alakult meg, de, de idén lesz száz éves, úgy, úgy döntöttünk. <laughs> Úgyhogy, de ezt annyira friss hogy ez, ez, tegnap derült ki, hogy december harmadikán a gödörben lesz a, a száz éves szülinapja a Bugi Mamának. Ami úgy alakult ki igazából, hogy, hogy volt egy, amikor 20 éves volt tényleg, akkor egy tök jó bulit tartottunk. Ugye évente, évente egyszer szoktunk összejönni ilyen öreg, öreg fiúk. Azt tök sikerült, hogy gondtunk, akkor az annyira jó volt, hogy ezt jövőre is meg kéne csinálni megint egy 20 éves bulit. Csak az, az ilyen, ilyen halmazottan elmaradt, mert egyrészt Covid volt, másrészt a Dürerbe lett volna az Index tüli bulián, és ugye már az Index sem, a, a abban a formában nem létezik, a Dürer sem létezik, plusz jött a Covid, szóval így nagyon-nagyon elmaradt. És akkor közben voltak mindenféle jó kis szülnapi koncertek, és így így nyácsorgatva néztem, hogy ezek milyen, milyen klassz apropók az ünneplésre, és rájöttem, hogy ha mi egy száz éves szülnapi bulit csinálunk, akkor mindenkit hirtelen zsebre teszünk. Úgyhogy idén lesz száz éves a bugimam a szülnapi buli december harmadikán. Hogy jött egyáltalán egyébként ez a, ez a punk, ska, stand-up comedy, sanzon kabaré vonal? <gül> <gül> nem tudom más, hogy megfogalmazni ez tök, tökéletes, igazából. Tökéletes, életes, szépen, ez egy nagyon jó kis leírás. Tulajdonképpen úgy, úgy, volt, hogy az egyetemen voltak ilyen más zenészek is, vagy illetve ők zenészek voltak, én nem, és akartunk csinálni valami zenek, zen zenét, de mindannyian más szerettünk, tehát én, én inkább ebből a az alternatív, underground, kicsit hipp is csak, hogy, hogy itt a borsot törjek az orrod alá. Szóval ebből a vonalból jöttem, és a, mondjuk a gitáros, ő meg kifejezetten ilyen, ilyen rockot szeretett, meg mindent, amiben jó, jó lehet szólózni, és, és, és ilyen igazi gitárzenéket valami közös nevezőt próbáltunk találni, és akkor rájöttünk, hogy a SK, ami akkoriban még, még, tök nem volt divatban Magyarországon, az egy, az egy, az, egy, tök jó dolog, és hogy néztük, hogy külföldön nagyon sokan zenekar van, ami a legkülönböző stílusokban működik, tényleg a punk a, 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 jazzig, és akkor csak nyakon van a köntve SK-val, és ez milyen, milyen tök jó, és elkezdtünk mi is ilyet csinálni, hogy, hogy a SK legyen a közös nevező a, a különböző stílusú számok között, úgyhogy így alakult ki ez. Hát a, a stand-up része az meg, az, meg, az meg menet közben valahogy, valahogy jött, és így után már sajnos <laughs> így eluralkodott a zene felett, tehát átlagban a közönség az, 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 jobban tudta a dalszövegeket, mint én. Vagy legalábbis többet itt, több részt énekelt el, mint én, mert én, én mondjuk másra voltam elfoglalva. <laughs> Érdekes egyébként, hogy, hogy ugye abból a generációból, vagy abból a társaságból, amelyik abban az időben mondjuk elkezdett hasonló zenéket játszani, igazából csak egy zenekar maradt fent, ez pedig a, a pasó. Ott elég sokáig így fejfej -fej mellett voltatok valamilyen szinten, de azért volt egy meglehetősen elkötelezett közönségetek, amelyik így rendesen csinált nézőszámokat, például mondjuk a régi gödörben. Igen, igen. Tehát a, a a Gödörben az, hogy tényleg elég komoly koncerteket tudtunk adni annak idején. Hát azért a Pasó az, azért az, szépen bele volt kódolva, hogy ők, ők ne hibbe kell futniuk, és, és több, többre hivatottak, mint mi. Hát egyrészt ők profi zenészek voltak, tehát tényleg azért all mert, mert tényleg a, úgy indult, hogy az akkori szkázenekarokból a jó zenészeket szedtek össze. Nagyon tudatosan építették föl a, a, dolgot a krisájék, tehát nagyon jól csinálták, és a hát televe eleve úgy, úgy Na, nagyon beleásták magukat egy, 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 adott stílusban, tehát nem, nem szerintem egy csomószor kihagytak mondjuk szitszereket azért, hogy, 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 stílusban maradjon a zenekar, tehát tudom, a Krisa is nagyon sokféle zenét szeret. Úgyhogy nagyon profint csinálták, és hát teljesen megérdemelten. De most ez, azt akarod mondani, ki. most így utólag visszanézve, vagy már akkor is érezted, vagy éreztétek, hogy ti erre a fajta szerepkörre nem feltétlenül vagytok alkalmasak? Mármint, hogy a, a profi zenekar szerepkörére, amelyik mondjuk ilyen fesztiválok nagy színpadán játszik, stb. stb. Hát stb. néha ugye elhittünk magunkról, meg mi <laughs> szerettünk álmodozni, de, de, az, de valójában nem voltunk rá alkalmasak, tehát hogy, hogy, hogy egy csomó mindent... Nem, 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 voltunk pankok abban az értelemben, hogy nem nem nem, 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 nem éltünk úgy, mint a pankok, meg, meg, meg rendes polgárok voltunk, abban azért nem voltunk pangok, hogy egyszerűen képtelen voltunk betartani egy csomó szabályt, ami ahhoz kellett volna, hogy, hogy befussunk, vagy, vagy szeressenek minket a fesztivál szervezők. Tehát, hogy ha, ha, egy fesztiválon léptünk fel, és viszonylag nagy színpadon, akkor is, akkor is szerettük azokat a hülyeségeket megcsinálni, a, lemenni a közönségbe, fölmászni a hangfalak tetejére, mit tudom én. Tehát olyanokat, amiket nem, nem feltétlenül működnek egy ilyen fesztiválon. Nem tudom, én, ezt nem feltétlenül gondolom, hogy ettől mondjuk amatőrebb egy produkció. Lehet, Talán lehet. inkább ilyen szervezésbeli Hát jó, az kérdés. aztán végképp nem értettünk hozzá. Tehát, hogy teljesen outsiderek voltunk tulajdonképpen a, a legtöbb uh, világból, vagy hogy mondjam, akár, a, akár az ilyen pop bizniszből is, meg a még meg, meg egy picit még a, meg a SK szintéren belül is mi azért egy picit olyan kakuktojások voltunk nagyon-nagyon kilógtunk meg, hát nem is tettünk bele talán annyi energiát a szervezésbe, és nem is értettünk hozzá. Meg úgy nem, 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 nem adtuk fel ezt a rock and roll részét az egésznek, hogy na most mi, mi tulajdonképpen bulizunk is, nem csak dalgazunk. Ha jól emlékszem egyébként a, a Vera, a, a Bursan Vera, ugye mind a két zenekarban benne volt. Ez Aha, a igen, igen. Ugye? É, pontosan így volt ő a... Nem, nem, tudom, ilyen pop-plegykák, vagy nem tudom, ez mennyire volt az nyilvános, de ugye ő a Lipinek volt a barátnője annak idején, és amikor ők szakítottak, akkor egy idő után még megpróbáltak egy, egy hogy milyen lenne együtt zenélni, úgyhogy már nincsenek együtt, de aztán ez ugye nem ment, és akkor ő ott hagyta a zenekar, de, de ő először, mint vendég volt nálunk, tehát kellett egy női énekes egy, egy dalba, a telemarketingbe, ahol egy ilyen telemarketinges hölgy hívja fel a, a főhőst, és akkor az, az, tök jó bevált, és akkor ott, ott a stúdióban rögtön Ez a második lemezem volt. Igen, igen, yeah. igen, igen, igen. Akkor rögtön improvizált egy másik számra, és tök, tök, tök jó, tök megtetszett, amit csinál, és hát azóta is velünk van, vagy velünk van, igen, tehát amikor évente egyszer játszunk, akkor ő is ott van általában. <laughs> Nekem egyébként a második lemez a kedvencem, pont. A kettőből. A, ke a kettőből, igen. Igen, és um, hát ugye ahhoz készült egy csodálatos könyv is, ami egyrészt a hírleveleitökből állt össze, másrészt meg a kedvenc írásom, amit évekig emlegettünk a sziget.hu-n, az ott található, az a bizonyos un Brötyhen. A kedves Van it Podcast hallgatókra kell mesélned, de ennek a történetét. Uh, fú, ez nagyon sok mindent vetettél föl az volt, hogy igen, tehát, hogy kiadtunk egy kis lemezt, amihez tartozott egy mitvény 150 oldalas lemezborító, ami valójában egy könyv, és ebben a hírlevelek voltak benne. nem most a a hír... durva, hogy most közben én elővettem, a... és, és ott nyílik ki. Valószínűleg nem véletlenül. Meg, megtisztelő. És ez a Ugye a bugyom a hírlevelek, azok nem olyan hírlevelek voltak csak, hogy, hogy hol fogunk fellépni, hanem mindegyik egy, hát tulajdonképpen egy kis humoreszk, vagy novella, vagy nem tudom én, fantasztikus történet volt, aminek a végén amúgy bele volt szűve, hogy amúgy hol lesz koncertünk és mikor. Tehát voltak olyan emberek, akik tényleg, nem tudom, nagyon sok száz ember feliratkozott rá, és közöttük olyanok is, akik életükbe nem mennek egy könnyű zenei koncertre, csak szerették elolvasni a hírleveleket. És az ebb ebből az egyik az valóban egy egy eredetileg nem is hírlevél volt, csak stílusában adapasztolt nagyon, az egy sziget.hu megjelent írás volt, a Stein und Brötchen, ami, ami hát a a rock and németül, és hát arról szól, hogy, hogy van egy ilyen legenda, hogy nagyon kevesen múlt, hogy nem a német lett az amerikai hivatalos nyelv. Bult. Igen. És hogy ez azt, 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 víz, azt a víziót mutatja be, hogy mi lett volna, hogyha a német lesz a hivatalos nyelv. És a rock and roll tök ugyanúgy alakul, mint, mint angol nyelven, csak németül. És hát ugye akkor a németre tükörfordított zenekar nevektől a, a nem tudom én dals sorokig egy csomó minden szerepel benne. Tényleg klassz, újra kéne olvasnom. És fel is olvashatsz belőle valamit. De tényleg, az, nem, 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 is emlékszem, nem is készültem rá, de azt mondja, a legenda szerint a Stein und Brötchen, kő és zsemle, zenei műfaj keresztapja, Hans Mayer, Neue Berlini pék <laughs> és lemezlovas. Ú, uh, a Nója Berlin, de jó. <laughs> Aki különösen száraz termékeiről volt híres. A stílus első csillag egy bizonyos Wilhelm Heli volt a Stein um die Uhr című Zenéje forradalmi, bár az elektromos gitár mellett még megjelennek az afroamerikai sramli jellegzetes hangszerei és a fekete jazz elmaradhatatlan jódli szólói. <laughs> Erről egyébként a Horváth Kristóf, aki abban az időben a sziget nak volt a gyakornoka, és az Est.hu-nak volt a fiú újságírója, ő, ő írt egy nagyon pozitív kritikát, és jelenleg ismerős lehet a Esti kornél zenekarból. Korábban játszott ugye Pegazusok nem léteznek zenekarban, és a Lühös Foxiban, tehát valahol egyébként folytatja ezt a fajta dadaista hagyományt. De ha jól emlékszem, ebben az időben volt, hogy te indultál a Humor Fesztiválon? Igen, igen, az, nem, az is egy, Ez e, hogy volt? E, az egy, az egy, az nagyon érdekes dolog volt. Ugye nekem a nagyon jó barátom a, Borovics Borovic Tamás, a Malacka és a Tahó, illetve a Superstar zenekarok frontembere. És, és, ő vet rá, hogy, hogy küldjünk be írást a, a, a Humor Fesztiválra, mint, mint, szerzők. És akkor egy pár ilyen hírlevelet át, átpofosztam egy kicsit, és beküldtem. Írták, hogy tök jó, meg, meg mindenképpen induljunk, viszont az a helyzet, hogy alig vannak előadók, és mi lenne, hogyha ezt nem csak írásban neveznénk ezzel, hanem, hanem el is mondanánk. És akkor tényleg az volt, hogy akkor, akkoriban ak 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 még a a Duma Színház, az ugye ott volt a Madács téren. Akkoriban indult a Duma Színház is. Hát kármely, le lehet, hogy nem, nem is hívták így. Aha. De nem is tudom, mi volt a neve hirtelen. Na mindegy, és akkor ott volt a, a, az ilyen előválogató a, a Farkasházival, meg, meg a meg, tehát ilyen tök jó zsűri, és ilyen igazából valamiért hát ezt nagyon imádták élőben is. Úgyhogy, úgyhogy még a rádiós körbe is és bekerült, ott már azért elvérzett ez a, ez a fajta humor, meg ez a fajta előadói képességem, de, de maga az, a, az, az elő, vagy az a, az a selejtező stand upos kör, az, az baromi vicces volt, meg ez egy jó emlék. De egyébként így megsuhintott a stand-up komedinak a, abszolút, a lehetősége? Abszolút megérintett, de valahogy én nem tudom megcsinálni azt a, azt a fajta előre megírt, és közben meg spontán, vagy spontánnak tűnő előadást, ami, ami ehhez kellene, vagy legalábbis szerintem ehhez kellene. Tehát amikor mondjuk a Bugyoma koncertek vannak, akkor ott ilyen vázlat szinten van, ki van találva az alapkoncepció, hogy most foci lesz, vagy tortasütés, vagy kalózhajó, vagy valami, és, és egy pár poén előre ki van találva, de a, a zöme az ott helyszínen születik éppen abból, hogy milyen reakció van a közönségnek itt a milyen ruhában vannak költöző, vagy mit tudom én, ki mit ejt le. Tehát ugye teljesen spontán a, 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 dolog, és azt, aztán azt nagyon élvezem, meg azt, meg azt a közönség is tök élvezi. Tehát, hogy de azért az más, mint, mint egy előre megírt szöveget szépen fölépíteni, és, és adagolni a poénokat, és nem tudom, tehát ez egy másik művészet. A hírlevelek mellett azért te már írtál párhuzamosan is. Igen, igen, akkor én már tulajdonképpen újságíróként dolgoztam, igen. Tehát igen, tehát tulajdonképpen újságíró voltam. Azért az újságírás az azt jelentette, hogy amivel pénzt lehetett keresni, az az volt, hogy különböző lapoknak, olyan, mint az akkori magyar hírlap, meg napi gazdaság, és ilyenekben voltak mellékletek, ami azt jelenti, hogy ezek hirdetési mellékletek voltak, tehát hogy hirdetők kedvéért létrehoztak, mit ami logisztika mellékletet, vagy bármilyen gazdasági mellékletet, és tulajdonképpen az én feladatom az volt, hogy a hirdetések közötti fehér felületet betűkkel töltsem ki, tehát hogy valamit fel lehessen mutatni a hirdetőknek, hogy lám itt egy melléklet. Úgyhogy ez, ez, nem volt egy olyan magas röptű munka feltétlenül, de jó lehetett vele keresni. Tehát ez volt mondjuk a, a megélhetés. Aztán persze volt egy csomó olyan olyan újságírói munka, ami, ami meg mondjuk élvezetes volt, tehát mondjuk amikor nektek tudtam dolgozni mondjuk zenéről, vagy a, Ez ugye a vagy, vagy, nyáron, igen, 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 a sziget. Pont, meg hát később máshova is. De, de ja, tehát hogy ezek, ezek, ezek azért ilyen klassz dolgok voltak. Az építészet, az urbanista vonal, az <laughs> egyébként az így hogyan csorgott bele így a, az újságírásba. Nekem van ezzel kapcsolatban egy prekoncepcióm. Fú, mondd nagyon kíváncsi vagyok rá. Több barátom különböző sétákat szervezett, meg talán még most is szervez, Mátyásföldön. Helytörténeti sétákat. És ezek kapcsán ott nagyon sok mindent szerintem így valamilyen módon így be tudtak így indítani. És te is Mátyás Völdi vagy. Igen, igen, én is Mátyás földi vagyok. Biztos, hogy hatással volt rám ezt, ez tuti. Igazából a, amikor így elkezdett foglalkoztatni ez az egész környezet, meg, 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 meg építészet, meg, meg, városfejlesztés, az az egyetem volt, tehát egy, ami, ami ugye ez a környezet intézet, és én nagyon érdekelt engem. És akkoriban indultak el a, a, blogok, tehát ez már ilyen 2000, 2000 első évtizedének a vége. Ugye az index, az akkori index megvette a blog.hu-t, és akkor elkezdett blogokat csinálni. És ilyen, ilyen minden témának tök blogja volt, tehát ilyen a comment.com, meg, meg mit tudom én, ehhez hasonló dolgok indultak. Hogy összekapcsolódjon a zenével, egy másik ska zenekarnak a, a volt, a Szalai Balázs, aki amúgy az Indexnél volt útravat vezető, és akkor így, így mondtam neki, hogy miért nincsen ilyen építészettel foglalkozni, mert nem tök, tök, olvasnék egy ilyet. És van, nincs rá ember. Én akkor azt hittem, hogy ilyen, akik tudnak, akik mit tudnak, hogy ilyet írnak, azok iszonyatosan értenek a dolgokhoz. Tehát, hogy aki zenéről ír, az mindent tud, és aki nem tudom, aki, aki tévé műsorról ír, az is mindent, tud, az összes tévé, lét, világ összes tévé műsorát ismeri. És valahogy így képzeltem el, hogy, hogy a házakról is csak így lehet írni. És csak mondta, hogy nem, mit tudom én, ne, nem, ez nem, és akkor nincs rá ember. És talán később így, hogy pont bent is akarnak indítani egy ilyet, vagy keresnek egy ilyen blogot, de ott ugyanebbe futottak bele, hogy nincs rá ember, és akkor mondták, hogy megkeresnek engem, mert hogy tudják, hogy engem érdekel. És akkor, és akkor ugye nekik ez tök jó lett volna, hogy van -e egy olyan felület, ahol ilyen ingatlan dolgokat lehet futtatni, akkor volt éppen egy, egy, egy olyan lába is a cégcsoportnak az Indexnél. Nekem meg tök jó volt, hogy én meg tudok írni mindenféléről, ami ilyen építészet, vagy, vagy város, meg ilyesmi. Ugye nagyon vicces, hogy, hogy ez 2008 augusztusában indult el a blog, nem tudom, szeptember elén kitört az ingatlan válság, és összeomlott az egész ingatlan piac, tehát ugye, amire az index kitalálta, az, az, teljesen, teljesen kuka. De akkor már elindult a blog, és én megcsináltam, és nekem tök jó volt, hogy ki lehetett kerülni az index címoldalára, és ugye egyre jobban megismerték az emberek ezt. Aztán, aztán később egyébként bekerült ez az index, tehát később konkrétan megvette az Index a, blogot, és akkor én onnantól kezdve, de ez már jó, pár évvel később az Indexnek lettem a munkatársa. Mennyire vannak mondjuk hozzá hasonló affinitással bíró újságírók? Mármint akik építészetről írnak? Építészetről, urbanisztikáról. Tehát, hogy ez mennyire Aztán egy vannak, kicsi vannak. zárt kör. Hát jó, azért mindenki ismeri mindenkit szerintem, vagy legalább névről, arcról, mit itt ott összefutnak. De hogy, de hogy vannak... Tehát nekem az a meglátásom, hogy azért ez a, ez a blogos történet, tehát mi, az újság, az újságírás minden ter, területén szerintem azért hatalmas áttörést hozott a, a blog, átalakult teljesen a, a mainstream újságírás is, és beemelt egy csomó olyan témát is, ami addig nem volt benne a, a mainstream újságírásban. Tehát például mondjuk az építészetről úgy nem, nem volt szokás, hogy hogy ennyit írjanak, mint manapság. Tehát mondjuk hogy kijöttek új látványtervek, és, és mondjuk fontos helyeken álló házakról is, csak a, a építész fórum hozta le, és elolvasta nem tudom én száz ember, hogy mi fog odaépülni holott ezek tök fontos, meg érdekes dolgok egy csomó embernek. Tehát ha mondjuk tíz évvel ezelőtt írtak volna, vagy írták volna ki a, a Magyar Zeneházának a, a látványtervét, akkor, akkor sokkal kisebb vihar tudott volna kavarni, mint aztán, mint aztán mondjuk így a, a, tízes éveknek a közepén második felében, amikor mondjuk te is írtál róla, meg aztán így nagyon sokan írtak mondjuk így a Magyar Zeneházáról egészen a a mai napig. Lehet. Tehát simán lehet, hogy benne van. Bár ugye ott azért egy tök terület, mert ott ugye a liget miatt nagyon sok embert érintett, meg És az már egy következő korszak volt, persze mondjuk a tíz évvel ezelőtt nem tudom éppen akkor, hogy állt a Facebook, de hogy az már a Facebook korszak volt, amikor ez be tudott robbanni, az már tulajdonképpen a blogok utáni. Amikor a blogok elindultak, még nem volt a Facebooknak, főleg nem volt az a funkciója, hogy, hogy, hogy hírfalon megosztom a, a linkeket, meg, a, meg eleve nem volt hírfal, tehát hogy az emberek olyan, olyan, mint az ivív, -IV, tehát hogy be lehet -e jelölgetni egymást, és kész. Tehát hogy az emberek magát a blogot követték. Mondjuk egy ilyen szakújságírót azt úgy tudok elképzelni, mint a, mint a zenebuzikat, hogy, hogy van bennük egy, Bendük élő 12 éves, aki állandóan listákat írogat, sorrendben rendezgeti, és így tologatja, és hogyha az évvégi listájához képest a más mondjuk valaki mást ír, akkor halálasan megsértődik. Te is így folyamatosan így méricskész. Hát meg volt ez bennem. Az utóbbi időben egy picit ki, ki, kiöregettem ebből is. Tehát már ez is már egy kiöregedés volt tulajdonképpen a rockzenéből. Nem tudom, én, zenéből, az, és... a zenei szakműségéről, <laughs> 50 pluszosok látom, hogy még most is képesek halálosan összeveszni ezen. Nem arra gondoltam, hogy listákat állításból, hanem sokkal kevésbé érdekel a kortárs építés. Valahogy elkezdtem beleástani magamat a régibe. Az marhár érdekel, és az, az pont úgy érdekel, egyébként mint egy ilyen, éves, aki, aki egy rajongó, tehát métőn, én gyorsan elkezdtem valamit nézegetni ilyen barokk ablakokról, hogy most a lant meg a hegedű ablak között mi a, most pontosan mi a különbség, mert mindenki mást ír, és ezt, ezt tisztáznom kell majd a következő könyvemhez. Úgyhogy, tehát ilyenek ilyenek vannak, és ebben nagyon-nagyon veszni, és, és vigyázni kell vele, mert az én erősségem azt hiszem, hogy az, hogy úgy tudok mesélni a dolgokról, szakmai dolgokról, hogy az a nagy közönség számára is szórakoztató, megélvezhető. De ha nagyon elvész az ember, akkor egy után elveszti a, a, külvilággal a kapcsolatát, és csak az, ami lehet, hogy számára iszonyatosan érdekes, hogy a lantablak és a hegedű ablak között mi a különbség, az nem biztos, hogy egy átlag mondjuk városi sétára érkező ember, vagy vagy blogolvasó számára is érdekes. Most, amikor érkeztél, nem liftel jöttél fel, hanem gyalog, és nézted a lépcsőházat. Tehát, hogy ki tudsz kapcsolni azért? Nem, most, most szerintem, aki zenekritikus, az, az kikapcsolódásnak a zenét hallgat, úgy képzelem. Hát igen, vagy hogyha a zenész, akkor állandóan elemzi a másoknak a zenét. Hát sajnos, sajnos, vagy nem, nem sajnos, de, de igen. Tehát, hogy például most nézegettem, hogy milyen klassz a kő a, a lépcsőházban a, a, az egyes szinteken az a kis apró kőből kirakott burka tök jól néz ki. Mondjuk azt például megnéztem, de meg ugye mindig, ha ránézek, hogy jó, ez a portál milyen lehetett, ahogy bejöttem, tehát ilyenek azért, vagy hogy most hogy van, milyen furán van itt elkerítve ez a játszótér, hogy itt meg kell kerülni, hogy olyan oké, hogy itt kialakítottak egy ilyet, az tök jó, de valahogy olyan sután van megoldva város szerkezetileg. Na, ez ilyenek persze azért eszembe jutnak, ahogy így, így idejöttem hozzá, de ez nekem inkább szórakozás. Tehát ez nem, nem, olyan, ne, nem olyan, hogy úristenből majd írnom kell egy cikket. Tehát az más. Tehát én ez eléggé szenvedősen írok egy csomószor. Tehát amikor meg kell írnom, akkor a csomószor beszélni ezt jobban szeretek megrögtönözni. Amikor tényleg alaposan meg kell valamit rágni, és utána kell nézni, és molyolni, az, az, az sokáig tart nekem mindig. Ha mondjuk kritikát fogalmazom, meg ez valamilyen szinten azért formálja esetleg a későbbi döntéshozókat? Hát biztos, hogy nem így direktben. Tehát az van, hogy ú, azt írta az Ubrecki, akkor nem tudom, megváltoztatjuk a törvényt. De azért bízom benne, hogy, hogy hatással van. Tehát, hogy én egyre inkább arra kezdek rájönni, hogy, hogy valami nagyon nem tetszik nekünk, mert valamit rosszul csinálnak mások, akkor nem biztos, hogy az a, az a célra vezető, hogy páros lábbal beléjük szálló, hanem megpróbálom elmondani, hogy, vagy a, az én elképzelésem miért jó, és ez hosszú távon szerintem ez sokkal hatékonyabb. De, de vannak azért direkt visszajelzések, például volt olyan, hogy meghívtak ö, egyetemi ilyen szakkal is beszélgetésre, és akkor ott odajött hozzám egy srác, hogy ő azért jelentkezett építésznek, mert az urbanistát úgy szerette, és, és az, az, az indította el a pályán, ami tök jó, mert én nem is vagyok építész, de őt azzá tettem, és ez, ez nagyon jól esett maradjunk a zenénél, és maradjunk a Magyar Zeneházánál, ott eléggé tételesen megfogalmaztad a kritikáidat. Most, hogy üzemel már a március óta a Magyar Zeneháza, és, és gyakorlatilag belakták már a Városligetet, neked is érdemes finomítani a korábbi prekoncepciódon, vagy pedig így az idő majd szépen megoldja? Én azért, amikor, amikor, a te, amikor csak a tervek voltak, meg, meg, meg elkezdődött az egész, akkor én azt hittem például, hogy ez elsősorban egy, egy kiállító tér lesz, egy ilyen inkább múzeum. Uh -huh. És tulajdonképpen abból csak egy egész, csak a föld alatti része az. A többire idézve ezt lehet mondani, hogy fölösleges. Mert hiszen azért, azért koncerttermünk az van, irodáink szintén vannak, meg könyvtárunk is. Tehát, hogy ez nem, nem lett volna szükséges. Tehát én akkor azt hittem, hogy ez egy más típusú intézmény lesz, de a, a, azon kívül én nagyon nem változtatnék az, a, a korábbi véleményemen. És érdekes, hogy ennek ellenére két teljesen ellentétes reakciót váltottam ki. Tehát, amikor a, még az indexre írtam a, egy nagy cikket, akkor a Partizán oldalán úgy, úgy belém szálltak, hogy túl pozitív dolgokat írok és hát szegényeknek mondjuk egy pont egy ilyen, amit én nem tudtam, hogy úgy volt időzítve az a bejárás, hogy, hogy egy-két nappal később jöttek ki jött ők a város légeti filmjükkel. És valószínűleg ezért is fájt nekik ez. Na mindegy, és de hogy nagyjából ugyanezt írtam le akkor is, hogy ez egy jó kis ház lesz, de, de hogy ez a madarakat ki fogja nyírni. És mivel akkor ugye még nem lehetett látni, hogy a madarat ki fogja nyírni, ezért, ezért csak a pozitívumot vették mindenki észre, és akkor én voltam a, a Városliget ZRT fizetett ügynöke. Majd mikor megépült a házak, akkor szegény építész kifejezetten sajnáltam, mert elhívott engem, hogy én egy ilyen objektív újságíró vagyok, és így a kényi véleményt a házról, és az első dolog az volt, hogy az első lépésnél belebotlottunk egy döglött fekete rigóba, akkor ugye megírtam ezt, és a kezdve viszont akkor én lettem a, a mindig fanyalgó ki akit utána nem tudom én a, a, a Pesti tv meg a, itt tudom én, hol vettek ki, hogy nem tudom én milyen, micsoda gonosz izé vagyok, és biztos csak az olyan nem is lehet, mert a madarak nem ilyen buták, és nem tudom. Tehát volt annak hogy oda vittem. Tehát, hogy, ez, ez az, hogy, 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 hogy ilyen, ilyen, teljesen, teljesen abszurd dolog, miközben mondom, még egyszer ugyanazt írtam le mind a két alkalommal tulajdonképpen, csak csak más, más, fényt kapott. Mennyire vannak szerinted Budapesten zenére, zenehallgatásra alkalmas helyek? Mondok egy példát, hogy 3500-6000 főt befogadó koncert helyszínek, helyszín igazából nincsen. Igen, de, de azért azt látom, hogy, hogy hosszú távon azért mindig az van, hogy ez ilyen a városfejlődésben, ahol van igény ilyesmire, ott előbb-utóbb megtalálja a helyét a zene, vagy a, a, a közönség. Itt végül is elég izgalmas az elmúlt 30 év klub helyszíneinek a változásainak a dinamikája. A, azért nagyon speciális Budapest szerintem ebből a szempontból, mert mert azért logikusan valami valami módon ilyen közgazdasági alapon tájolódnak be a helyek. Tehát, hogy, hogy mit tudom én, azért ez a könnyű zene, főleg az underground, az, azért ez nem egy ilyen nagy pénztermelő üzletág, tehát olyan fú de drága ingatlanokba egyszerűen nem éri meg megcsinálni, tehát értelemszerűen olcsóbbak kell menni, az olcsóbbak azok kiebb vannak, kijebb viszont nem megy a közönség, és akkor valahogy beáll egy ilyen, egy középút, ahol, ahol még meg lehet csinálni. Na de ugye Magyarországon szocializmus volt, tök nem számította a, pénzt. pénz, és teljesen random helyeken alakultak ki ezek a, a, a majd aztán a rendszerváltás után pedig egy ilyen, ilyen furcsa... Tehát, hogy például az, hogy a gödör a város közepén létezhetett, de tényleg a közepén, a legjobb közlekedési csomópontban. És most is létezik csak néven. Hát igen, egy, még, egy, még az egy is egy csoda. Egy van. Igen, csak a régi gödörben az volt a nagy szám, hogy ráadásul egészen réteg zenéket lehetett hallgatni, de valóban még az is csoda, hogy, hogy amilyen most, hogy az, az meg, tudott, meg tudott maradni. Szóval ezen ez meg az ilyen, ilyen egészen elképesztően véletlen dolgok alakulása. Nem, nem is tudom, hogy amúgy ha akik hallgatják azt mondják, mennyire természetes ez, hogy ez ugye a, a Nemzeti Színháznak lett volna a parkolója, ami aztán nem épült meg. És emiatt egyébként ilyen, ilyen szuper hangszigetelős, nem tudom, hogy milyen puha párnácskákra van helyezve az egész, hogy a, hogy a metró ne zavarja a, az előadást. Mármint, hogy a színházi előadást, ahol ugye német csendben kell hallani a mondatokat. Úgyhogy ilyen nagyon, -nagyon izgalmas terület, és na -na -na nagyon sok ilyen specckó dolog van. Tehát azt, hogy az Almási Téri Szabadidőközpont is kvázi ben volt a városban. Annak, annak az volt az oka, hogy egyrészt ugye akkor az a, az a környék, az nem volt feltétlenül egy ilyen felkapott meg, meg jól menő környék. Másrészt ugye közel volt a Blaha, és ez volt, ez volt, az egyik cél, hogy a, a Blahán csellengő fiatalokat valahogy becsatornázzák oda, és valami, valami elfoglaltságot adjanak nekik, és ne, a, ne ott csövezzenek. Szóval ilyen tök dolgok miatt. Vagy a, a Pecsát említettük, hát a Pecsa az meg normális esetben soha nem pitettek volna a Városliget közepére egy szórakozó helyet, hanem ott volt egy iparcsarnok még a háború előtt, amit aztán szétöltek a háborúba, építettek belőle egy másik iparcsarnokot, amikor ott volt a BMW, de a BMW kiköltözött kőbányára, ott maradt az üres csarnak egy raktárnak, de a rak, az, itt, az, meg, az, meg, még a szocializmusban is abszurd volt, hogy a legnagyobb közpark közepén egy raktár van, és akkor átépítették a szórakozó helynek, de kevés volt a pénz, ezért bele kellett egy repüléstörténeti kiállítást is. Attól lett olyan furcsa alakú. Szóval, hogy ezek, ezek dolgok valóban, hogyha ha, ha, nincs ilyen kanyaros történelem, akkor, akkor másképp alakulnak ezek a helyek biztos. A Pecsának a, az egyik ajtaját, azt a Rock Múzeum megszerezte. Wow. Tehát pont amikor bontották a pecsát, akkor ők oda mentek, és hát ugye ezekkel a nagy ilyen, ilyen nagy betongolyóval, tudod, verik szét egy ilyen darú segítségével a, az épületet, akkor így mondták, hogy, hogy nekik ez az ott nagyon kellene, Az így még valahogy meg az utolsó pillanatban ki tudták menteni, és, és azt elvitték a, a tulajdonosai. Valószínűleg az Almási térnek is a feltartási költsége, az már átfordulhatott az egész Hát az ö, abszolút. Egy, egy, valami iszonyú mínuszba, hiszen ez nem pusztán csak egy koncertterem volt, ott alul volt egy úszoda, meg fölötte ott még nem volt pár emelet, mindenféle ilyen közösségi helyszínt, ugye szabadidőközpont volt ott ugye babamama tanfolyam is. Hát igen, az, az, az hát arra, arra azt mondták, Ekszikus hogy... Klasszikus művelődési jelzi funkciókat ellátó intézmény volt. És, és ugye, hogy itt, 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 fél szóval mondtam, hogy a pénz nem számított, hogy annak olyan volt a fűtés, meg minden az egész infrastruktúrája, hogy abszolút nem volt takarékos, tehát hogy... És nem is volt tehát, hogy ha visszaelnész, annak a nagy része lépcső annak az épületnek. De miközben nem tudsz leülni más Tehát mindenki a lépcsőn ült ott az halmás bár hogy persze nagyon szerettük. Viszont találtál egy másik témát magadnak, ahol a fenntarthatóság eh, több száz évben mérhető, ezek pedig a templomok. Igen, 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 most már a, a harmadik templomos könyvet írom. Egy templomos lovag. Igen, most már valószínűleg ez lesz az utolsó, mert már nagyon rutinszerűen írom meg, meg amúgy sem akarok ez a templomos pasi lenni csak. De izgalmas témát találtál szerintem. Tök jó. A, a Budapesti volt az első. Megkeresett egy kiadó, hogy a kedves László könyvműhelye, ből kedves László, <gül> <gül> hogy, hogy csinálják egy könyvet. Ő már akkor kiadott egy, egy pár ilyen Budapesti építészeti könyvet, és hogy találjunk egy témát. És akkor mondtam -e neki a, a templomokat, mert hogy az annyira szuper, egyrészt tényleg majdnem 2000 évet átfog, tehát teljes történet itt Budapesten, ugye az ó, vannak benne ókoriak is, meg, meg minden van benne. Akkor tehát... tévedtem, nem <laughs> több száz évről beszélünk. <laughs> tehát van benne, igen, tehát a, a Akfinkum is benne van, és ugye tényleg nagyon sok mindent, tehát hogy a zsinagógáktól elkezdve, nem tudom, ilyen kápolnákig és rengetegféle építészeti stílus, meg, meg tényleg ki lehet belőle olvasni a helynek a történetét, mert azt általában nem bontják le, tehát hogy vannak olyanok, hogy lakótelep közepén van, mert azt meghagyták. Meg eleve ugye Pest, Pestet azt, azt elfelejtjük, de hogy azt így totál letúrták a 19. század végén, de a templomokat például meghagyták, amik, voltak. Na mindez, hogy ez egy nagyon izgalmas téma, és akkor elkezdtem így, így, így beleásni magamat az egészbe, és nagyon, nagyon, bejött, meg, meg, úgy eléggé szerették az olvasók is, meg a kiadó is örült neki, hogy veszik a könyvet. Úgyhogy akkor ő, először akkor ki, kitaláltam, hogy legyen Balaton a következő, de akkor kiadó mondta, hogy legyünk óvatosabbak, és egy kisebb témát csináljunk másodiknak, úgyhogy így lett a Dunakanyar templomai, ami egy ilyen kirándulósabb kötet, és, és most készül a Balaton, ami jövőre jelenik meg. Úgyhogy most, most ilyen most tök jó a melón, mert mert, a Balatonra megyek időnként, és ott kirándulok. Nekem volt hasonló tapasztalatom pár évvel ezelőtt egy meg nem jelent kiadvány kapcsán. Igen, az országos kék túrának az útvonalait kellett gatyába rázni. Nagyjából az úgy nézett ki, hogy két leírást kaptam, hogy nagyon rövid határidőre természetesen abból faragja a 2000-2000 karakternyi szöveget. Volt egy bácsi, akinek egy-egy szakasz leírása, az kb. ilyen 20 ezer karakter volt, hogy, a, hogy megyünk itt a rézsűn, enyhén jobbra kanyarodunk, és a nyírfás mellett elhaladván Eljutunk a, a templomig, stb. Míg a másikat egy kerékpáros társaság írta, akik azt hiszem azért készítettek el azt az útvonalat, mert Pekingbe akartak elbiciklizni, és akkor cserébe, hogy a támogatásért cserébe, megírták ezeket. Igen, nem, de ott elkövették azt a hibát, hogy elmész A-ból B-be, B-ből C-be, C-ből D-be, és voltak olyan útvonalak, ahol nem B-ből C-be mentek, hanem C-ből B-be, és nekem azt fordítva kellett megírni. Tehát, hogy mindent visszafele kellett megírni. Akkor úgy éreztem, hogy én elsírom magamat. Hát ez egy szomorú történet, remélem, hogy ezt a könyvet ki fogják adni. De, de. Hogy, de, hogy, de hogy mi volt a koncepció, tehát hogy ezt hogyan próbáltál ebből valami logikai sorrendet felállítani? Értem, hogy van Budapesten mondjuk 250 templom. Hát Budapestnél még szigorú voltam, ott úgy csináltam, hogy csak séták voltak. Az azt jelenti, hogy 5 kilométeres séta maximum, tehát hogy egy átlagember számára is kényelmesen be lehessen járni és az 5 kilométeres alatt legalább öt érdekes épület legyen. Mármint, hogy templom, vagy zsinagóga, vagy szentély, vagy valami. Utána fölraktam egy Google Mapsre re millió pöttyöt, és utána elkezdtem nézni, hogy hát akkor itt ez, ó, oh, de már kifutunk, ez, de ez még érdekes lenne, oké, okay, akkor ez itt összejön a séta, de ez nem elég érdekes. Szóval a munkának a nagy része az nem is az írás volt, vagy mondjuk a fele nem az írás, hanem ez ennek a kitalálása. És, amikor, és aztán ennek mondjuk megvolt az a hibája, hogy azért nagyon érdekes épületek kimaradtak, csak azért, mert nem lehetett őket sétára felfűzni. Viszont máshol meg mondjuk vannak tök jó dolgok, amik, amik, amik kényelmesen sétaként is jól működnek. Mit tudom, én itt, ahol most vagyunk, itt azért elég könnyű sétát csinálni, mert kinézel az ablakon, akkor is látsz több. Kettő templomot kettő látok és mind a kettő nagyon izgalmas így épült fel a könyv, és aztán pedig utána akkor elkezdtem beleásni magamat jobban a sztoriba, és tényleg jó, mert a minden egyes környéknek, a, hogy, hogyan települt be, a, templomról le lehet olvasni azt, hogy milyen nemzetiségű emberek laktak, milyen, mennyire voltak gazdagok, melyik korban települtek be, tehát csomó minden leolvasható, és ez egy tök jó ilyen lakmuszpapír. De azért valamilyen szinten befolyásolhatta a döntésedet az is, hogy mennyire fotogén mondjuk egy templom. Tehát, hogy a, a fotósnak a szerepe az sok tekintetben egyenrangú abszolút, az írással is. Abszolút. abszolút, Tehát Az első nap Gulyás Attila volt a fotós, aki egy, egy zseniális épületfotós. A második és a most készülő harmadik nap pedig Bődei Janó, aki az index majd majd, majd, majd később ugye a Telexnek Telex. a, a nagyszerű fotósa és egy elképesztően jó jó fazon, és nagyon szerettem vele az urbanistában is együtt dolgozni már, meg most is. És, és igen, tehát, hogy na, abszolút van egy ilyen, tehát amikor, amikor elkezdem így összehúzni az egész eh, sztorit, akkor, akkor az egy fontos szempont, hogy, hogy mennyire fotogén az épület valóban. Ugye nem, nem, nem is fér bele mindegyik épületről kép, vagyis hát, hogy mondjam, több, több, épületről szeretnék írni, mint a hányat amúgy bele lehetne tenni, ezért párról le kell mondani, hogy, hogy képpel szerepeljenek. De van, amelyikről egyébként nem is lehetne berakni képet, mert mondjuk mit tudom, úgy vannak ráültetve öt tuja, hogy semmi nem látszik belőle, de ha oda mész, akkor látod, hogy egy klassz épület, de lefotózhatatlan. Tehát vannak ilyenek is. De a fotó meg olyannál is számít, hogy mondjuk a Balaton felvidéken van egy rakás kis kápolna, nagyjából ugyanolyan stílusúak, tehát amelyik mögött érted ki tárul a táj és a Balaton, meg a az, az természetesen, hogy az fog belekerülni, és nem az, amelyik egy, nem tudom én, benzinkút mellett van turisztikai szempontból is azért hogy eléggé csábító kiadványnak tűnik, nem? Hát persze, de igazából én is annak használom, vagy én is annak, én is azt élvezem, tehát, hogy tényleg én annyira klassz a Balaton környékén lenni, hogy, hogy én is a fő, kimegyek bringával a délibe, lemegyek, megyek egy egész nap egy kört, aztán hazajövök, tehát, hogy ilyen egynapos ringatúrákat csináltam, meg, meg csináltunk egy olyat, most a fiammal három napot gyalogoltunk sátorral, ami nem egy hatékony euh, módszer, viszont, viszont na, nagyon szórakoztató és nagyon, nagyon klassz volt. Úgyhogy e, tehát tényleg a próhat meleg volt, nem hiszem, hogy mondta mondtam, hogy most ez most, ez, most, ez munka, vagy szórakozás, és akkor mondtam, hogy hát figyelj, hát most, most megyünk, ez igazából arra nincsenek templomok, ez már csak a szórakozás része, és akkor így tudod, mert mész így 40 fokba, Igen, <laughs> nem, nem tudom én, rengeteg kilós hátizsákkal, mert minden benne van, és akkor ez most a szórakozás, fiam. Tehát tavaly jelent meg a második kötevben. igen a templosítás a, a Ez akkor feltételezem, ez jövőre fog megjelenni a, a Balatoni etap. Igen, 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 tehát hogy most, most már azért íródik meg, már nagyon sokat fotóztunk, mert ugye... Párhuzamosan dolgoz, tehát hogy Abszolgt. aktívan, tehát hogy mellette csinál. Jövő tavasz van belőle, tehát hogy ezért a nyárra meg legyen a könyv de ugye egy balatoni kiadványt nem lehet nyári fotók nélkül megcsinálni, úgyhogy, úgyhogy tulajdonképpen már tavasztól dolgozik a janó részint úgy, hogy, én mondom neki, hogy melyik, melyik épület érdekes. De most volt vele is egy olyan, hogy három, ugye szerencsénk van, és van nekik att a Balatonnal egy, egy kis nyaralójuk is, és akkor oda, mert ott voltunk két éjszakát, és akkor három napig együtt mentünk és néztük, tehát a legjobb azért ez a, ez a közös munka, amikor, amikor együtt találjuk ki, hogy most ez érdekese vagy nem a fotós szempontból. Ja, tehát igazából zajlik a, a fotózása már, és a bejárása, és már írom is egyébként a könyvet, szóval, hogy ez így formálódik. No, hát sok sikert kívánok hát ehhez, és, és remélem akkor már meg tudod mondani a Bugy Mama koncertnek az időpontját? a, századik. A századik lesz, lesz, olyan torta, ami száz gyertya lesz? Fú, ez eddig nem jutott eszembe, de, de a, a, Gödör legnagyobb örömére szerintem megcsináljuk. Tényleg nagyon jó ötlet. Igen, december harmadikán lesz a, a, Gödörben a száz éves a Bugy Mama napi koncert. Nos, hát köszönjük, hogy eljöttél. Ez volt a Vantit podcast legkésőbb kádása. Zúleszki Dávidot hallhattátok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. A Vantit podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra.